Az első világháborúban elesett katonák Belgrád védelmezőinek emléksírhelyénél, a szerb főváros új temetőjében koszorúzott délelőtt Alekszandr Vucic kormányfő. Később ugyanott a Commonwealth, vagyis a volt brit gyarmatok áldozatainak sírhelyénél és az ottani emlékműnél is elhelyezte a tisztelet virágait Szerbia miniszterelnöke. A megemlékezésen Boris Johnson, a brit külügyi tálca vezetője is részt vett. A szerb katonaság gárdája is jelen volt, az ír gárda ezredének tagjai pedig dudaszóval tették ünnepélyesebbé az eseményt. A szerb elnök Tomislav Nikolić az Avalán emlékezett az állami ünnepen, az ismeretlen hős emlékművénél helyezett el koszorút. A központi megemlékezésen Alekszandr Vulin szociálpolitikai miniszter mondott beszédet. Nismo odlučivali ni o prvom, ni o drugom svetskom ratu, nismo odlučivali o ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, nismo odlučivali o bombardovanju posljednjem velikom grehu 20. veka. Srpski narod nije tražio ratove, nije odlučivao o njima. Srpski narod je svaki svoj mir plaćao ratom i baš zato zna kolika je cena mira. A központi megemlékezés 11 órakor kezdődött, pontosan akkor, amikor 98 évvel ezelőtt Franciaországban aláírták a fegyverletételi egyezményt, amellyel befejeződött az első világháború.